Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Ez a Honfoglaló Aréna, és újra egy szövetség című játékot fogunk játszani. Ezúttal a két szövetséges, a Dulin Tímea, szia Tímea! Sziasztok! És Vasovszky Norbi, sziasztok! Norbi, akit hát elsőbben Mr. Vasovszky néven ismerünk a zenei, meg a bulik világából, de most Norbiként fogsz játszani. Csak lazán, így van. Igen. Tímea, ti amúgy is szövetségesek vagytok, ha jól amúgy tudom. Amúgy is szövetségesek ez, vagyunk, ez milyen jellegű szövetség pillanatilag? Mi együtt nevelünk két macskát, és egy fedél alatt élünk. Igen. Tími és Norbi erős szövetségesként érkeztek az arénába. De vajon a lemezek pörgetése és a világbajnoki aranyérem hozzásegíti őket, hogy elbánjanak a sötétséggel? Nézzük, hogy boldogult a műsorvezető és az ismert lemezlovas. Ami a játékot illeti, mi az a terület, ami hozzád közel álló? A próbajáték során volt egy mese kategória, szerintem abban nagyon tudnék tarolni. Norbi pont abban egy kicsit kevésbé erős. Aha. Norbi, hát nyilván a zene ezt átérzem. Igen. Ja, természetesen igen, a zene az adott. Az, mondjuk a történelem akár, úgyhogy kíváncsian várom a kérdéseket. Ja, lesz mindenféle sportok, kémián keresztül, mindenféle. Nyilván lesz, ami nagyon könnyű lesz, és lesz, ami nehéz lesz, de jó játékot, szövetségben játszatok egymással. Így a lesz. Sötét nagy úr ellenében. Jöjjön először a bázis sorsolás. Először a sötét nagy úr foglalhatja el az ő bálas. Elfoglalta a kalóz öblöt. Ez nekünk nem olyan rossz egyébként, mert ezzel egy picit be is zárja saját magát. Igaz, megtámadni is nehezebb lesz. Na, akkor nézzük, hogy hol lesz Norbi bázis, ez a viharsarok. Tími pedig a feneketlen tó felől indulhat el. Jó, azt tetszik. Jó, igen? Miért igen. tetszik? Hát nem tudom, olyan jó a neve. Igen, jó, oké, rendben van. Na, akkor viszont most jön a területfoglalás. Először a sötét nagyúr, lássuk, hogy merre indul. Hát az a gyanúm, hogy felétek fog elindulni. A Manók földje felé, és ez így is van. Jól van. Most Tími következik. Azok közül lehet választani, amiknek látod a nevét. Mr. V magányos sivatag, azt te szeretnéd? Azt hagyd meg nekem, igen. Jó. Igen, mert neki is tudnia kell mennie valamerre. Ja. Hát akkor a végtelen hegység. Miért mész hátrafelé? Akkor ne. Inkább az átjáró fele. Titokzatos átjáró. Titokzatos rendben, átjáró, akkor közös igen. megegyezésre a titokzatos hát igen, átjáró. Igen, mert onnan jöhet a sötét nagyúr. A hátad mögött azt majd még ráérsz levédeni, azt is le kell védeni, de... Nekem akkor a magányos sivatag magányos tökéletes. Sivatag. Jó. Megint a sötét nagyúr következik. Aki kérdés most, hogy levédi magát a sötét erdővel, de nem, hanem megy tovább felétek a békeföldje felé. Most Norbi jön. Hát így kénytelen leszek a csipkés fjordokat választani, pedig az olyan csajos. Hát nem baj, de neked most ott kell megvívni, azt igen. kell levédeni. Hát varázslók sziklái. Logikus, varázslók sziklái, mert ez azt jelenti egyébként, hogy abból az irányból bezártátok a sötét nagyurat, tehát most, amikor ő következik, bizony csak az ellentétes irányba fog tudni menni, azaz hátrafelé, a sötét erdő felé. Nagyszerű. Most Tími következik, aki eldöntheti, hogy bekeríti-e onnan is a sötét nagy urat? Hát lángoló hegyek. Igen. Lángoló? De lángoló azért majd a hátadat hegyek. Is le kell védeni. Igaz, van még lehetőség. Mert még utána ugrálhat azt majd én viszont. Így van, de ő egyelőre majd még hátrafelé megy. Norbi? Nekem sok választásom nincsen. Igen. Norbi majd levédi Tími hátát. Tími pedig támadhatja a sötét nagy urat, aki újra választ egy területet. Éles sziklák, nagyszerű. Norbi jön. Végtelen hegység. Igen. Adott. Igen. Sok matek itt nincs. Végtelen hegység. Tími. Mondom, a felsőségság legyen. Miért Norbi a felsőségságot? Nem, lehet, hogy a lélekvesztőt, mert hogyha nem marad választás, és az lesz de az hogyha utolsó. Meg oda beugrik, akkor meg közelebb lesz a váramhoz. De még neki kettőt még mennie kell hátrafelé, mire ugorhat. Tehát most egyelőre neki muszáj hátrafelé menni. Micsoda dilemma, jó legyen a felsőségság. Hát bocsánat, hogy így utólag beleszólok, ha már eldöntötte, de szerintem is felsőségság, mert hogyha nem foglalod el a felsőségságot, akkor ő elfoglalja, megy feléd, így viszont kénytelen lesz hátrafelé menni. Igen. Nézzük meg, ugye? Most csak hátrafelé kénytelen menni. Aztán te majd ráérsz majd most mindjárt elfoglalni azt a kis lélekvesztőt. Ugye? A mind a kettő a tiéd, csak nem mindegy, hogy milyen sorrendben. Igen, tiéd a lélekvesztő, Norbi. Nekem meg a jó reménységből. Jó reménységből az csodálatos. Végül a sötét nagyúré az utolsó terület, ez a fenyves zug, és így aztán kialakult a kezdő helyzet. Mindenkinek megvan a területe. 2800-2800 a kiinduló pont. Háború! Első kérdés. Melyik sportoló beceneve volt Pancsó? Csapó Gábor vízilabdázó, Puskás Ferenc labdarúgó, Hegedűs Csaba birkózó, vagy Pap László ökölvívó. Fogalmam sincs. Én tudom, én az ökölvívót mondanám, de... Legyen az.
Na jó, beszédes, de nem kéne mást jelölnünk? Külön, én azt megjelöltem. Most mind a ketten a Papp Lászlót jelöltétek meg. Igen, tehát az jó volt az a felvetés. Szerintem beszédes a neve. Hogy Papp László Pancsó? Hát ő hát, ökölvívó, Pancsó, bepancsol. Igen, igen. Nem tudok másból kiindulni. Ez a Pancsó, ez milyen eredetű nyelvi spanyol. Spanyolos. És vajon melyiküknek lehetett köze spanyol nyelvterülethez? Puskásnak mondjuk. Puskásnak, aki játszott a Real Madrid elnevezésű elég spanyol de csapatban. És a Real Madridban való játékos során kapta a Pancsó becenevet. Nem baj, innen lesz szép visszajönni, és utána legyőzni a sötét nyelvűrat. Igen, igen. Hát a többiek is kiváló sportolók voltak, mindenkinek megvolt a maga beceneve, de Pancsó történetesen a Puskás volt. Jó volt az a felvetés, hogy akkor az egyikötök az egyiket nyomja, a másik másikat, mert akkor 50-50, csak olyan gyorsan megnyomtátok mind a ketten Papp Lászlót. Én mondtam is, hogy én az ökölök. De én addigra megnyomtam, és én is mondtam, és sajnos pont egyszerre nyomtuk meg. Ez volt a tanulság, hogy jobban figyeljünk egymásra. És még volt egy pár másodperc, tehát igen, na. És fociból nem vagyok képben sajnos, de hát abból ez én sem. Reméljük, hogy akkor ezek szerint ez volt az utolsó futballkérdés. Mindazonáltal most, mivel mind a ketten rosszul válaszoltatok, a sötét nagyúr bizony rögtön három területet foglalhat el. Úgy érzem, bajban vagyok. Hát most ugye mind a kettőtöket azonnal meg tudta támadni, és most kérdés, hogy kinek a várát fogja megtámadni. Mindegy egyébként Norbinek megtámadva, akinek ledőlt egy bástyája, és félek, hogy ledől még egy bástyája. Nem! Cifrázza a sötét nagyúr. Egyet. Hát igen, azt mondja, egy kicsit elbízta magát, mert megtehetettem volna azt is, hogy mondjuk Norbi két bástyáját dönti le, hiszen bármelyik ötök vára elesik, az egész szövetség elesett ezáltal, de a sötét nagyúr úgy döntött, hogy most alaposan rátok ijeszt. Jó, nagyon fontos, a következő kérdésre jól válaszoljatok, de főleg az a fontos, hogy mind a ketten, mert ha csak az egyik ötök válaszol jól, akkor adott esetben vége lehet a játéknak. Ez nagyon gyors. Főleg, hogyha csak Timi válaszoljon. Na nézzük a második kérdést. Melyik fáraó parancsára épültek az Abu Szimbeli templomok? Második Ramszesz. Hát hadd mondjak már, nézzük. Nem kell köszönjük. Első Kleopátra, Tutánhamon, második Ramszesz, első Széti. Jó, és akkor most? Második Ramszesz. Hol van? Ramszesz. Itt van. Igen, mikor jártatok arra felé? Egy hete. Igen. Persze nem is vagytok igazán barnák. De, én nagyon. De nem ismersz engem, hogy nekem mi az eredeti színem, de figyelj, feka vagyok. Jó. Na, hát kérem szépen, így kell készülni a versenyre. Előtte egy héten el kell utazni a kérdések helyszínére. Másik Ramszesz, a válasz természetesen helyes. Így nagyjából van. A tizedik utunk volt Egyiptomba, úgyhogy igen, így egyiptomi kérdéssel nem igazán lehet megfogni bennünket. Ez azt jelenti, hogy akkor most vissza lehet támadni. Hát akkor legyen a magányos sivatal. Ez méri, igen, jó, végül hát is mindegy. A vári, igen. Tehát végül is mindegy, igen, mert te pedig föntről el tudod foglalni a békeföldjét. Igen, és a békeföldjét is szeretném. Jó, hát most ez a logikus, ugye minél messzebbre kerüljön a sötét nagyúr. Igen. Bár de a most visszavesz egyet. Így van, de nem baj, most mindesetre nincs közvetlen támadási pozícióban. Jó, harmadik kérdés. Milyen fagyi fogyott el Bud Spencer szerint az És megint dühbe jövünk című filmben? Mit mondtál? Pisztácia. Ott is egy hete láttátok a pisztácia, a de lássuk láttam, meg. De ebben bízom. Nem vagyok benne biztos. Na mondok négy választ lehetőséget. Nézzük meg. Vanília, karamell, pisztácia, tutti frutti. Akkor a pisztácia, de igen. Így nyomás alatt kicsit nehezebb a döntés, de az lesz a jó. Igen, van az úgy, hogy az ember még abban is elbizonytalanodik, ami a saját neve, mert hogy izgalmas a helyzet. Mert tök para, hogy pörögnek le a másodpercek. Igen. Ugye? De mi van, ha mégis rosszul emlékszem? Ez jó lesz? Jó lesz. Szerettem a filmjeiket, úgyhogy ez tuti jó. Igen, és ez egy klasszikus jelenet, amikor hát a Bud Spencer-t egy kicsit kihozzák a sodrából. Igen. A pisztácia kifogyott, a csokoládé nem is volt. Azaz. Hangzik el a mondat, így van. Ezért a csokoládét nem is tettük a válasz lehetőség közé. Nagyszerű. Jól van. Ezúttal Timi foglalhat először. Csináljuk azt, hogy én elviszem a sötét erdőt, tiéd lesz a békeföldje, nem? De én a manókra mennék rá, és ha a békeföldjét jó, visszad, akkor én a békeföldjét esélyes, hogy ki tudom választani. Norbi, légy szíves, foglald el a manók földjét. Voilà, jól van. Nagyon fekete volt a térkép, de most már kezd tetszeni. Most ugye értelemszerűen visszatámad, és visszavette a manók földjét. Nagyon gonosz ez a nagy úr. Egy kicsit, egy átmenetileg a tiéd volt egy a manók földjét. Megérezheted az ízét, majd mindjárt visszafoglaljuk. Jó. Jöjjön a negyedik kérdés.
Melyik bolygót nevezik vörös bolygónak? Szaturnusz, Mars, Neptunusz, Merkur. Mars. Hát a Marsot. Timi egyetért? Igen, teljes mértékben, aztán igen. Most megint igen. Átgondolom hatszor, de természetesen Szaturnusz, a Mars. Szaturnusz, nem Merkur. Jó, én a Marsot jelölöm, mert az. Biztos, de Norbi is azt jelölte. Hát igen, mert egyetértettünk abban, hogy mind a kettőnk szerint ez a helyes válasz. Az hagyján, de én is egyetértek abban, hogy ez a helyes válasz, és ez aztán tényleg perdöntővé teszi a dolgot. Valóban a Mars a vörös bolygó, nyilván az anyaga miatt vöröses színe van értelemszerűen, és ezért hívjuk vörös bolygónak. Jól van! Na, hát nem szeresen lennék sötét nagy úr, mert most hát itt nagyon igen, komoly problémák. Így van. Természetesen a Manók földjét szeretném. A Manók földjét, így van. Timi? Mik a lehetőségeim sötét erdőt? Hát a sötét erdőt. Logikus, igen. Mert most bajba van, ugye most vissza kell támadnia a sötét nagyúrnak, de csak az egyik szomszédos területet tudja elfoglalni, a másik folyamatos fenyegetettséget jelent. Norbi örülhet, mert a Manók földje megmaradt, inkább a sötét erdőt vette vissza a sötét nagyúr, de a következő kérdés, ha jól alakul, akkor le lehet törni akár több szarvát is. Nézzük tehát az ötödik kérdést. Melyik béke által ért véget 1606-ban a bocskai felkelés? Kücsük Kainárdzsi béke, bécsi béke, hubertusburgi béke, vagy a bukaresti béke? Hát szerintem kettőt jelöljünk, a hubertusburgit és a bécsit, mert én nem tudom. Én sem tudom. Melyiket jelölöd? Bécsit. Jó, akkor én a hubertusburgit. De szerintem nem az. Jelölj! Mert már csak nagyon kattogott az óra. Igen. Már szerinted mi? Mondtad, szerinted nem az? Hát szerintem amúgy nem a bécsi, előbb nyomtam volna a bukarestit, de mindegy. Most így a női megérzésre. Ja, ezt nekem hoztam. Semmilyen női megérzésem nem volt, én csak a hasamra ütöttem. Ja, hogy vagy a bécsi, vagy a Hubert, és a kücsük Kainárdzsit és a bukarestit te miért zártad ki? Hát a bukarestit azt nem zártam ki, a kücsük Kainárdzsinak annyira furcsa az, neve, az olyan török, hogy... török vonal, igen. Viszont a törökök mozgolódtak abban az időben, nem? Annyira mozgolódtak, hogy akkor 1606-ban például Buda az ő fennhatóságuk alatt áll. Jó, mindegy, hiba. Akkor sem veszett el minden, ha erre most rosszul válaszoltunk. Nem, de hát azért még nem menjünk ennyire előre. Kérem szépen, a kücsük Kainárdzsi béke az 1774-ben volt, és az orosz-török háborút zárta le, tehát hiába voltak nálunk ideiglenesen állomásozott török csapatok. A kücsük Kainárdzsi ez nem ide tartozik. Nagyon jó. A bukaresti béke a román királyság és a központi hatalma közötti béke az első világháború után. Hát ez egyre sem. Jobb. Úgyhogy a bécsi béke és a hubertusburgi béke közül az egyik valóban jó. Akkor lehet, hogy a bécsi? A hubertusburgi béke az 1763, a 7 éves háborút zárta le, úgyhogy erre a kérdésre a helyes válasz a bécsi béke. A bécsi béke. Ez azt jelenti, hogy Norbi válasza helyes, és Timi válasza nem helyes. Ennek csak abban a szempontból van jelentősége, mert egyébként most ügyesen taktikáztatok, hogy milyen sorrendben lehet választani területet, hiszen most Timi választhatna először, de helyette a sötét nagyúr jön, aki azt választja, hogy... Gondolom a Manók földjét. Vissza. És igen. Igen. Hát most vissza kell szerezzem. Igen. Természetesen a Manók földjét szeretném. Manók földjét. Mekkora harc folyik ez? Óriási. A Manók földje az egyszerűen... És a sötét nagyúr ismét visszaveszi a Manók földjét. Nem leszek jobb ezzel a nagyúrral. Jobb ez így egyébként, mint hogyha ott a magányos sivatagban zajlan a háború kettőtök vára között. Egyelőre izgulni valója és védekezni valója a sötét nagyúrnak van. Hatodik kérdés. Milyen vízi járműhöz köthető dal a Barcarola? Findingi, gondola, gőzhajó vagy kilbó? Fogalmam sincs. Hát ez zenei kérdés. Hát ebben a stílusban nem vagyok otthon. Igazából hangzásban a gondola is lehet. Szerintem is. De akkor jelöld azt. Én gondolát jelölök. Jó, akkor én a kilbótot. Nem. Mi az a kilbót? Hát ezt nem tudom. A findingit tudom mi, a gőzhajót nem. Az egy vitorláshajó. Vitorláshajó, így van. A gőzhajó? Hát egy gőzzel hajtott hajó. Igen, és a Barcarola nem lehet. És a kilbót micsoda? Hát ezt nem tudom. A kilbót az egy evezős hajó, ugye az a fajta evezős hajó, például a Dunán, meg a túrahajó, evezős túrahajó, szépen gurulgat az ülés, és szépen húzzák a páros. Jó, igen. Ez de hát azért inkább egy ilyen gondolára írnék. Én úgy voltam vele, hogy ne kockáztassunk, tehát mivel nem voltunk benne maximálisan biztosak, ezért
Hát, vagy akkor, ha te maximálisan biztos voltál, akkor adj hangot neki. Igen. Az túlzás, hogy maximálisan biztos, de azt tudtam elképzelni. Viszont az a baj, én sem tudtam, hogy mi az a killboat. Killboat ez a bizonyos evezős túrahajó. De így, ahogy bemutattad ezzel a mozgással, így már megvolt, hogy mi az. Bocsánatot kérek, igen, de akkor ezek szerint rá lehetett ismerni. A helyes válasz azonban a gondola való. A velencei gondolása. Hajtották a gondoláikat, és közben énekelték a Barcarolát. Igen, az az igazság, hogy picit modernebb zenékből vagyok. Tudom, jobban de te annyiféle zenei feldolgozásban részt vettél, már esetleg gondolkozál egy ilyenben. Már csak emiatt is. Picit hát, jobban is vissza kell nyúlni. Hát, ha meglátod benne a potenciát. Jó. Csak az egyik ötök válasza jó, méghozzá Norbi, úgyhogy most először Norbi foglalhat, aztán kétszer a sötét nagyúr. Hát a válaszomat azt tudod. Manók földje. Így van, Manók köszönöm. Ott nem érdemes tartós tejet venni, mert a hét, mire az ember megkínál, már egy másik országban issza meg. Jó, és most nézzük, hogy a sötét nagyúr mit tesz. A sötét nagyúr visszafoglalta, és most megint ő jön. És elfoglalta a béke földjét. Nem akar békét. Egyébként ez a jobbik eset. Egyébként igen. Mert utána nagyon közel kerülhetett volna a váramhoz, hogyha mást választ. Hát így is közel került, így is tulajdonképpen egy... Nem mondom, ja, mert hogy ott van. Az egy szomszédos... Hát ha föntről szomszéd? Jött volna, akkor még úgy ja, tudott volna kerülni. Ugye a tavat nem ugorhatta volna át. Tehát ott még egyet kellett volna lépnie. Jó. Kérem szépen. Még négy kérdés van hátra. A pontok tekintetében nagyon-nagyon kiegyenlített az állás, azzal egyelőre nem érdemes foglalkozni. Jöjjön a hetedik kérdés. Melyik madár költési ideje rövidebb? Vándorsólyom, házi veréb, csóka, uhu. Melyik ilyen legrövid? Én a vándorsólyomot kizárnám. Hát én is, meg az uhut is, így a csóka is a házi veréb, de így logikusan... Én a verebet megjelölöm. És én is jelöljem azt? Nem tudom. De mondj valamit! Jelöld meg! Jó. Hát izgalmas volt, mert már nagyon ketyegett az óra, és most... Igen, és az rettenetesen stresszel, ahogy itt bepörög az óra. Hát ezek ilyen játékok, ez ilyenek, és most azon múlik, hogy most mennyi a házi veréb költési ideje, de tényleg... Az a baj, ebből megint teljesen vakon vagyok. Ha az emberek lenne több ideje gondolkodni, akkor azért egy kicsit elkezdhetne logikázni, és mondjuk min múlhat a költési idő, hogy egy állatkának mennyi, vagy egy állatnak mennyi a költési ideje. Hát a méretén? Én hát ebből indultam például ki. Például a méretén. És a sólymot ezért mondtam, hogy zárjuk ki. Igen. Hát tulajdonképpen, és hogyha méret szerint akarnátok sorbállítani, akkor melyik a legkisebb? Én nem tudom, hogy egy csóka mekkora. Azt én sem, szóval hát így... olyan varjúféle. Méret. Hát akkor a veréb a legkisebb. Veréb a legkisebb, ugye? Hát kérem szépen az uhu költési ideje, az mintegy 34 nap. A sólyomé 29-33 nap. A csókájé 17-18 nap, és a verébé 13-14 nap. Nagyszerű! Egy kis veréb létrejött ihhez, két hét is. Elegem, hogy ugyanazt jelöltük. Örülök, mindeneteket rátettétek a házi verébre, és bejött, bingo, házi veréb, bingo. Jó. Nagyon jó. Na, remek, mert akkor... Most ismét a tivatok nyerekben. Remeg a kezem. Nem is hinni az ember, hogy megint lehet izgulni egy házi verében. Nagyon ugye? Durva. Borzasztó. És még meg se kérdeztük, hogy a házi veréb énekes madár-e vagy sem. Ezt a kérdést szeretik a játékosok. Ajaj. Igen. Egyébként énekes madár a házi veréb, csak csúnyán énekel. Na, de ez most nem tartozik ide. Timi jön. Béke. 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 Lehet, szövetségben vagytok, meg lehet tárgyalni. Szerintem a béke legyen, és utána megint rá megyek. Rendben, a akkor a fölgyére. Béke földje, hogy megadhassam Norbinak hát a manokföldjét. De azért is egyébként, mert ha föntről jössz, akkor ő csak a béke földjét tudja. Illetve akkor meg tudtad volna egyébként támadni a sötét nagyurat. Tehát, hogyha elfoglalt volna a Timi a sötét erdőt, akkor te le tudtad volna törni le az első szarvát. Törni a szarvát pedig. Na, szép. Elvakított ez a manók földjét, akkor most legalább foglald el a manók földjét. Ez itt történik. Elfoglalja Norbi a manók földjét. És a sötét nagyúr mi erre mit lép? Visszafoglalja a manók földjét. Nyolcadik kérdés. Ma melyik országhoz tartozik a manók földje? Nem. Melyik országhoz tartozik az egykori híres szovjet üdülőhely Szocsi? Tehát röviden a kérdés, melyik országhoz tartozik Szocsi? Oroszországhoz, Grúziához, Lettországhoz vagy Kazaksztánhoz? Szerintem Oroszországhoz. Hát talán én azt mondanám jelölöm, én is. A többit jó. Rád bízom. Most is Lettországot, Lettország, Kazaksztánt kizárnám, maximum Grúzia, de... Szerintem orosz. Kockáztassunk. Kockáztatunk most is.
Na most nagyon határozott volt, Timi. Nagyon határozott volt. Hát annyira határozott, igen, volt, mert nem hogy egy pillanatra el is határolodott. Tehát megnyomta Oroszországot, azt nyomsz, amit akarsz. Na de hát szövetségbe vagytok egyébként. Hát, tehát... nem voltam benne nem. biztos, csak hogyha ő más szeretne, akkor jelöljön mást, én nemrég ezt szeretném. Néztük meg a Csernobil című sorozatot, igen? És abból kiindulva szerintem nagyon megadta az a biztonságot Tímának. De nem is szerepelt benne Szocsi. Az nem szerepelt benne, de azért ott a térkép Szovjetunió és társai ott megjelent. Azt a részét lehet átaludtam. Az a baj, hogy, ugye az már kiderült, hogy a sport az nem tartozik a napi foglalatoskodások közé, mert ha máshonnan nem, akkor esetleg onnan lehetett volna tudni, hogy téli olimpiát rendeztek, igen. Meg Forma 1-es futamokat szoktak rendezni Szocsiban. Komolyan, Forma 1 pedig azt néztem egy időben. Igen, hát csak azon a héten dolgoztál. Valószínű. Tehát, hogy amúgy nincsen tévénk. Tehát, hogy ja, az is megnehezíti. Ez így viszonylag sok mindenből kizár minket. Így vagy úgy, Timi erőszakossága, néha hagyni kell a nőket egyébként. Persze. Timi erőszakossága eredményre vezetett, mert valóban Szocsi Oroszországhoz hát tartozik. Nekem a téli olimpia volt az, ami ezt ami súgta, de azért... Ugye? Ez egy fekete tenger. Csak egy parti... világbajnok van velünk egyébként, mert lehet, hogy a sportban nem vagyunk képben, de Timi azért... Miben világbajnok? Akrobatikus rakendról világbajnok Istenem, vagyok. Mondanám, hogy földobunk és pörünk, de itt olyan alacsonyan van a mennyezet, hogy ezt most nem tesszük meg. Jó, viszont... Hát örömteli pillanatok jönnek, mert ismét Norbi régi és újra megismételhető vágyam van. A Manók földje. Erre már nem is lehet tippelni a nagyobb fogadási irodáknál. És akkor most jön Timi. Hát akkor a sötét erdő is. Igen. Egyébként azt lehetett volna inkább csinálni, hogyha már itt tartunk így utólag. Ugye, hogy te viszed mondani, a sötét erdőt, vásár után okos a paraszt mondják Zalában, hogy te viszed el a sötét erdőt, és akkor viszont... Timi szintén nem tudott volna támadni, mert akkor viszont neki kellett volna a Manók földjét elfoglalni. Hát az meg nem mindegy, történhet meg. Mondjam, Manókat hogy... nem szeretném cserben hagyni, úgyhogy... Jó, tehát maradjuk annyiba, hogy tulajdonképpen mindegy, de az a lényeg, hogy a Manók földje Norbinál van. Ennyi. Jó. Ha már csak ennyivel megyünk innen haza, akkor mindenki örül. Jó, viszont most a sötét nagyúr vagy a sötét erdőt, vagy a Manók földjét visszaviszi. Ez a sötét nagyúr azt mondja, hogy Norbi, legyen neked a Manók földje, a győzelmet viszont én akarom, védekezik. És visszavette a sötét erdőt. Nagyon izgalmas, mert most 3800-2000 a pontkülönbség, és már csak két kérdés van hátra, és ugye pontozással is lehet nyerni. 9. kérdés. Melyik nem Robert Merle alkotása? Kék szakál, a Melville, az üvegfal mögött, vagy a védett férfiak? Tehát melyik nem? Tima? Hát én nem tudom. Se kép, valamit, se hang? Se kép, se én hang. A kék szakált jelölöm, mert kék vagyok. Jó, én pedig a védett férfiakat. Mert védett vagy. Vagy mert férfi vagy. Nagyjából ennyi a... Igen. Az úgy kilógott nekem. Aha. Hát... Elbújok addig. Ugye nagyon érdekes, hogy a játékosok milyen alapon választanak helyes választatok. Ez nekem megérzés volt egyébként egy picit. Egy picit. Igen, nem. Hát az az igazság, hogy a védett férfiak az Robert Merle alkotása. Egy ilyen gyúrnunk nagyon... Egy harmad esélyünk. Igen, egy nagyon érdekes alkotás arról, a világnak arról a pillanatjáról, amikor ugye szóba kerül az emberiség kihalása a nemzőképességgel kapcsolatos problémák miatt. Ez Merle. A Melville az egyik talán legismertebb műve, ami egy atomháború utáni helyzetről szól, és végülis a főhős egy egyszerű vakbélgyulladásba hal bele. Az üvegfal mögött... Vagy a kék szakál. De legyen a kék szakál, Léci. Léci? Igen. Na jó, már csak azért is, mert a kék szakál e tekintetben többek, hát sok mindenkihez kötődhet, például Kurt Voneguthoz is, de semmiképpen sem kötődik Robert Merlehez. Hát, csodálatos. Úgyhogy legalább az egyik válasz. Jó, és ez azért is fontos, mert ugye már említettem, hogy a pontozás döntő lehet a végén. Így legalább nem három területet foglalhat el a sötét nagyúr, azaz nem 3-0, hanem csak 2-1 az arány. Most először Timi foglal. Hát a sötét erdőt ismét. Sötét erdő, és most két területet foglalhat a sötét nagyúr. Norbi, ne nézz oda, elfoglalta a Manók földjét. Tudtam. És a másik pedig... A sötét erdő. Mindazonáltal lesz, hogy a sötét erdőt foglalt el egy kicsit defenzíva részéről, mert hogyha elment volna tovább a békeföldje felé, akkor az utolsó körben egy 3-0-ás győzelemmel lerombolhatta volna Norbi
maradék bástyáját, de nem ezt választotta. Majd de kedves ez a sötét nagy úr. Nem ezt választotta, bár hogyha már ezt számolgat, még így is megteheti. Kedves. Még így is megteheti, egyébként még így is megteheti. Hát, akkor nem kedves. De a védekező jelleggel így visszavette a sötét erdőt, hogy hát mert ő is meg van ijedve. Így azért valljuk be, van mitől félnie. Jó, 1000 pont a különbség, de ez az 1000 pont még ledolgozható a sötét nagy úr részéről, úgyhogy gyakorlatilag ugye az előnyötök megvan, tehát ti vagytok kedvezőbb helyzetben, de a játék végkimeneteléről, hogy a szövetség győz, vagy a sötét nagy úr, az utolsó kérdés dönt. Íme a 10. kérdés. Milyen fából készült hordóban érlelik a skót viszki? De jó, milyen? Hogy antialkoholisták vagyunk mindketten. Dió. Bükk, tölgy, cseresznye. Melyik, milyen fából készült hordóban érlelik a skót viszki? Tölgy. Tölgyet mindenképp megjelölném. A bükkfával füstölnek, nem? Szerintem is. Füstölt valami. Tölgyfával. Tölgy az idő. Jó, én a tölgyet jelölöm. Tudod mit, kockáztatok én. Jó. Jó lesz. És kockáztatok, hogy jó lesz? Már hát, vegyesen. Igen. Hát most ez azért is érdekes, mert végül is ugyan, hát kockáztatásról beszéltetek, mind a ketten ugyanazt jelöltétek meg. Ez egy nem egy biztonsági megoldás, ugyanis, hogyha ha jó a válasz a tölgy, akkor ez egy fölényes győzelem. Azonban, ha nem jó válasz a tölgy, akkor 3 területet igen. Hódíthat meg a sötét nagyúr, és megnyeri az egész játékot. Míg ha csak 2 hódíthatott volna meg, és ti 1, akkor ugye nem tudja megnyerni a játékot. Tehát lehet, hogy e tekintetben taktikusabb lett volna, ha az egyikőtök az egyik, a másikotok egy másik választ jelent. Nem az utolsó kérdés lett volna, akkor inkább jelöltünk volna igen. Szerintem külön, mert akkor ugye kieshettünk volna a játék vége előtt. Így, hogyha csak az utolsó kérdésnél bukjuk el, az nem olyan gáz. Itt mindent ja, vagy értem. Semmit alapon értem. Vágtunk bele. Jó. Hát a mindent vagy semmit alapon, minek utána mind a ketten a tölgyet jelöltétek jó meg. Jó lesz? Nem merek oda nézni. Kedves szövetségesek! Győzelem! Jó? Hát jó? Legyőzni a sötét nagy urat, mert a tölgy a helyes válasz erre a kérdésre, és még akkor is nem kell viszkit inni, ha az ember antialkoholista. Nagyon jó. A helyes válasz a tölgy. Hát akkor, Norbi. Légy a manók szíves. Földjét. Jaj, utoljára meghagyhattad volna nekem. De miért? Hát végig azért epekedett te. Tudom. Viszont neked megadatik, hogy elfoglalod a sötét erdőt, és most már csak az a kérdés, hogy a elfoglalod a sötét erdőt, vagy inkább hát, az éles sziklákat az szeretném. Éles sziklákat szeretném, most azt még az egyszer se foglaltam el. Igen, az éles sziklákat, és akkor most már csak az a kérdés, hát így viszont az a baj, hogy beáldoztad Norbi manók földjét, vagy esetleg elfoglalja, na jól van, a sötét nagy úr a varázslók szikláit foglalt el, bízik benne, hogy hát, hogy történik valami, de nem történik semmi, mert a játék véget ért, 4000 pont a szövetségnél, és mindössze 2000 pont a sötét nagy úrnál, azaz a szövetségesek Timi és Norbi. Csodálatos győzelmet aratatok, szívből gratulálok, jár a kaps, remekül játszottatok, ügyesen taktikáztatok, jó helyre utaztatok, úgyhogy szépen, és most már azt is tudjuk, hogy Pancsó volt Puskás Ferenc. Ezt megjegyzem egy életre. Mindig tanulunk valamit a játékokból. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy önök is sokat tanultak. Gratulálunk a győzteseknek, örülök, hogy velünk jártak. A Honfoglaló Aréna YouTube oldalán megnézhetik a műsorinkat, és ugyanott láthatják a Honfoglaló híradót is. Játsszuk legközelebb is együtt. Viszontlátásra, szervusztok! Gratulálok. Köszönjük szépen! Na, jó játék volt, élveztétek? Nagyon köszönjük! Jó volt, jó volt. Igen. Nagyon jó volt. Jövő héten a híradó mellett egy újabb izgalmas csatával térünk vissza. Iratkozz fel a csatornára, hogy te sem maradj le a legújabb videónkról!